Sorakoznak a borítékok a Paksi önkormányzat önkéntes kézbesítőjének a kezében, mindegyikbe szájmaszkok kerültek, ezeket már el is kezdték kiosztani a városban. Sárosi Mária postaládájába is került a küldeményből, a borítékban összesen 5 maszk volt. Mi ennek nagyon örülünk, mert nincs a családban, én nem készítettem és nem is vásároltunk maszkot, úgyhogy most ezután ezt fogjuk használni. Összesen 20 000 darab maszkot rendelt a Paksi önkormányzat, a helyiek szerint ezek komoly biztonságérzetet adnak nekik. Közösségbe megyünk, vagy vásárolni. Tehát bárhova lakáson kívül megyünk, akkor ezt érdemes föltenni. Az első 5 000 darab maszk néhány napja érkezett meg Paksra, a csomagolást és a szállítást önkéntesek segítségével végzik, mondta Szabó Péter polgármester. Nagyon sok önkéntes jelentkezett abból a célból, hogy ezeket a maszkokat, betartva természetesen a higiéniai viszonyokat, feltételeket becsomagoljuk. A népesség nyilvántartási adatokból tudjuk, hogy melyik háztartásban hányan élnek, így egy borítékban annyi maszk kerül, ahányan az adott háztartásban élnek. A maszkok folyamatosan érkeznek majd, várhatóan a jövő hét közepére minden háztartásba eljuttatják a csomagokat az önkéntesek.